Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Március 15-e van, Kristóf névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik a világ magyarsága. Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad, mondta ünnepi beszédében Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten. A gázolaj olcsóbb lett, a benzin azonban tartja az árát a jövő héten is Szerbiában. A bajor miniszterelnököt fogadta Belgrádban Alekszandar Vučić, Bajorország határozottan kiáll amellett, hogy Szerbia mielőbb az EU tagjává váljon. Az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezik ma a világ magyarsága. Vajdaságban idén is Szabadkán rendezték meg a központi ünnepséget. Az eseményen beszédet mondott Nobilis Márton Pál, Magyarország Agrárminisztériumának államtitkára, és dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a szabadkai Jadrán színpadon megrendezett vajdasági központi rendezvényen a résztvevőket Nobilis Márton Pál, Magyarország Agrárminisztériumának államtitkára. Minden magyar családot érintett az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc. Nobilis arról beszélt, hogy ma már nem tud minden család visszaemlékezni erre, emlékeztetni kell magunkat, hogy oly sokan küzdöttek az elnyomás és a zsarnokság ellen. A 48-49-es forradalom és szabadságharc hősei nem csak saját szabadságukért harcoltak, hanem azért is, hogy az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat mindenki számára biztosítsák. Szerencsések vagyunk, hiszen Magyarország ma egy szabad ország, szabadon élhetünk, szabadon választhatunk, és szabadon kifejthetjük véleményünket. Ez azonban elődeink áldozatos küzdelme nélkül ma nem lenne így. Ahhoz, hogy Magyarország ma szabad ország legyen, szükség volt mindazokra, akik 48-ban, 56-ban és a rendszerváltáskor bátran felálltak az elnyomás és a zsarnokság ellen. A 48-as forradalom és szabadságharc üzenete ma is él, azt tanítja nekünk, hogy soha ne mondjunk le a szabadságunkról és a szuverenitásunkról. Magyarország Agrárminisztériumának államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy idén európai parlamenti választásokat is tartanak, amelyen a kettős állampolgársággal rendelkező vajdasági magyarok is részt vehetnek. Ahogy a jelenlegi mandátumban, az elkövetkezőben is vajdasági származású képviselő is befutó helyre kerül a Fidesz-KDNP listáján, közölte a politikus. Ünnepi beszédében dr. Pásztor Bálint Petőfi szavait idézte, miszerint haza csak ott van, hol jog is van. Ebben az egy mondatban meghalljuk a haza minden fényes és tragikus eseményét, a nemzet szabadságért, nyelvért, kultúráért vívott minden küzdelmét, az elnyomást, a felkeléseket, a csatákat, a megtorlásokat, folytatta a gondolatmenetét a VMS elnöke. Látjuk az utatmutatókat, a bölcseket, a bátrakat, az árulókat és az áldozatokat. A haza megteremtéséért és megvédéséért folytatott állandó küzdelmét a magyar nemzetnek, fogalmazott a pártelnök. 1848-ban a forradalmárok mindannyian azt keresték, hogy miben tudnak hozzájárulni az ügy sikeréhez, hogyan tehetnek a nemzet érdekében. Nem szobákban ülve vádaskodtak, arról beszéltek vagy írtak, hogy mi nem jó, és hogy soha semmi nem jó, és soha semmi nem is lesz jó, mert ők a nemesek vagy a tanultak, ahogy ma mondanánk az értelmiség, hanem összefogtak és szolgálták a nemzet ügyét. Nem elemeztek és találgattak, nem észvertek, hanem odaálltak és húzták a nemzet igáját, hogy levethessük a rabigát. Az elmúlt 4,5 hónapban mi is összekapaszkodtunk, összeszorítottuk a fogunkat. Ahogy apám mondta volna, mentünk és csináltuk.
Köszönöm mindenkinek, hogy ez így volt az elmúlt 4,5 hónapban. Köszönöm a Vajdasági Magyar Szövetség minden tagjának, aktivistájának, szimpatizánsának, szavazójának, és köszönöm a Vajdasági Magyar Közösség egészének, hogy az elmúlt 4,5 hónapban meg tudtuk őrizni politikai önállóságunkat, és olyan választási eredményt tudtunk elérni, amelyet elértünk december 17-én, amelynek köszönhetően növelni tudtuk a szavazatszámunkat is, és a mandátum számunkat is annak érdekében, vagy azt eredményezve, hogy a Vajdasági Magyar Közösség a szerbiai belpolitikai palettának továbbra is megbecsült része legyen a Vajdasági Magyar Szövetség képében. A forradalom tanulsága, hogy a bátorság erőt eredményez, folytatta a VMS elnöke. Hozzátette, szövetségesek nélkül célok nem valósíthatóak meg. Ezért van a pártnak szüksége erős szövetségesekre Magyarországon és Szerbiában is, a Fidesz-KDNP és a Szerb Haladó Párt színeiben. A szövetségek kötéséhez pedig erő kell, mondta dr. Pásztor Bálint. A beszédek után a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület előadásában az Itt az idő című alkalmi műsort mutatták be. A határon túli magyarság támogatása, Szerbia és Magyarország kapcsolata a mezőgazdaságban, európai parlamenti választások, Szerbia uniós csatlakozása. Egyebek mellett ezekről a témákról nyilatkozott szabadkai látogatása alkalmával Nobilis Márton Pál. A Magyar Agrárminisztérium államtitkára a két ország közötti mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködése kapcsán kiemelte, a történelmi szinten lévő kapcsolatoknak köszönhetően bármilyen probléma esetén azonnal állnának egymás rendelkezésére. Magyarország önellátó, képes egyébként 20 millió ember ellátására is. Alapvetően Szerbia is önellátó az élelmiszeriparban, de hogyha bármire szükségünk van egymástól, akkor azonnal állunk rendelkezésre. Ugye soha nem látott jó kapcsolat van a szerb és a magyar kormány között. Én úgy gondolom, hogy ezt az élelmiszeriparon és a mezőgazdaságon is látjuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a KITEL vagy az OTP jelenlétével itt is rendkívül sok fejlesztésben tudtunk magyar forrásokkal segíteni a szerb kollégáknak. Holnapi híradónkban láthatják a magyar államtitkárral készült teljes interjúnkat. Délután ökumenikus istentisztelettel, alkalmi műsorral és a Kossuth szobor megkoszorúzásával ünnepelték a magyar forradalom és szabadságharc 176. évfordulóját Bács-Kossuth falván. Ünnepi beszédet Báity Borisz, a VMS alelnöke mondott. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Bács-Kossuth falvi központi megemlékezés. Ezt követően a Kossuth Parkban az iskola fúvós zenekara, Szavalatok és a Botra férfi kórus tették ünnepélyessé az eseményt. A múlt, a hagyomány, a magyarság megőrzése mindig is fontos volt a Bács-Kossuth falviaknak, fogalmazott Pap László tanácselnök köszöntő beszédében. Van Kossuth szobrunk, van róla egy kiadványunk, egy dokumentumfilmünk, van Petőfi, Kossuth Lajos, Stáncsi Mihály utcánk, és van egy 1848-as szabadságharcos Dembic Vilmos sírja. A szobornál és a sírnál minden évben megemlékezünk, koszorúzunk. Bár jó, hogy van kézzelfogható emlékhelyeink, azért mi őket igazán a szívünkben hordozzuk. 1848-ban a magyar nemzet a szabadság zászlóvívője lett, a márciusi ifjak nem csak felelős kormányt, a cenzúra eltörlését és törvény előtti egyenlőséget követeltek, de arra is vágytak, hogy végre olyan Európában élhessenek, amelynek nemzetei együtt egymás mellett, nem pedig egymás romjain akarnak emelkedni. Hitték, a szabadság nem önmagáért való, és végképp nem az erősek szabadsága a gyengébbek, a többségé a kisebbség felett, hanem mindenek előtt arra szolgál, hogy által a béke, biztonság és jólét teremjen minden embernek. Áll Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelében, melyet Magyar József belgrádi nagykövet tolmácsolt. Személyes véráldozatukkal megpecsételt szellemi örökségként hagytak ránk, hogy nemzeti önállóságunkból senki barátságáért vagy fenyegetésére egy hajszálnyit sem engedhetünk. A magyar szabadság őrtüzeinek fénye ma is messzire látszik. Hirdeti, hogy mi
Magyarok, kérjük, követeljük vissza azt a szabad, méltóságteljes és erős Európát, amely békét tudott tartani a saját földjén, és határozottan kiállt minden olyan nyílt vagy burkolt törekvéssel szemben, amely őshonos kisebbségei nyelvének, kultúrájának felszámolására tört. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc olyan epizód volt a magyar történelemben, amely milyen beleivódott nemzetünk kollektív emlékezetébe. Egy olyan alkotó hagyomány része lett, amely minden magyar számára kötelezővé teszi, hogy felelősséget vállaljon közössége iránt. Ne feledjük soha, megmaradásunk záloga a közösség összetartó erejében rejlik. Ez az 1848-as, 49-es szabadságharc legfontosabb tanulsága, mondta Bájics Borisz, a VMS alelnöke. De látnunk kell, hogy a liberális logikára alapuló politika egyben hatalmas veszélyeket is rejteget magában, mert zárójelbe teszi a nemzeti és keresztény vallási identitásunk fontosságát, megkérdőjelezi kulturális hagyományainkat, értékeinket, elfeledteti velünk múltunkat. Mi magyarok pedig kiállunk ezekért az értékekért, mondhatni, hogy a Jóisten ezt a történelmi küldetést bízta ránk, mert mi azon ritka nemzetek közé tartozunk ma Európában, melyek jól tudják, hogy csak akkor lehetünk egyénenként igazán szabadok, ha egy szabad és szuverén nemzet fia és leányai vagyunk. Vagyis a nemzet szabadsága nélkül, a közösség szabadsága nélkül nem létezhet valódi egyéni szabadság sem. Ez az a szellemi talapzat, amelyen mi magyarok ma is büszkén és szilárdan állunk. Magyarország nevében Oláh Lajos szabadkai vezető konzul és Magyar József belgrádi nagykövet helyezték el az emlékezés virágait a Kossuth szobornál. Majd dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, és Bájics Borisz alelnök, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Fremont Árpád elnök, Rigó Pál Zsófia alelnök és Sárközi István a Végrehajtó Bizottság elnöke koszorúztak. Az eseményen ugyanakkor részt vett a Vajdasági Magyar Közélet számos képviselője is. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen délelőtt Budapesten a Kossuth Lajos téren. A lobogó Csúlyog Tamás magyar köztársasági elnök és Kövér László az országgyűlés elnöke jelenlétében a himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel az országház előtt. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a lovas díszegység. Az ünnepélyes rendezvényen részt vett a magyar kormány több tagja, továbbá az állami és katonai szervezetek és a diplomáciai testület képviselői. 1848. márciusában Európa lángokban állt, vér folyt a fővárosok utcáin, Bécsben barikádokon harcoltak, elevenítette fel Orbán Viktor a jeles év tavaszi eseményeit a budapesti múzeumkertben. Mit csináltak a magyarok? Verset írtunk, 12 pontot szerkesztettünk, átsétáltunk Pestről Budára. Ez volt az első békemenetünk. Kiszabadítottuk az első politikai foglyokat, színházba mentünk, elénekeltük a nemzeti dalt, és estére győztünk, sorolta beszédében a magyar kormányfő. A magyar forradalom nem romboló, hanem építő. A végén nem halál, hanem élet sarjad belőle. Ilyen a forradalom, ha magyar fiatalok csinálják. Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra, mondta beszédében Orbán Viktor. A március ifjak tudták, hogy haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. A haza az ugyanis állandó fenyegetettség árnyékában él. A magyar hazát csak és kizárólag polgárai szeretete, a szívek ereje tartja fönn. Ezt tesz bennünket különlegessé, hangsúlyozta a magyar kormányfő. A nyugati világban ma emberek milliói élnek úgy, mint aki a semmiből jön, és a semmibe megy, tette hozzá. Vágyakozunk a csendes, nyugodt és biztos élet örömei után. Megszerezhetjük, és biztos vagyok abban, hogy meg is adja ezt nekünk a Jóisten. De előtte volna itt még egy kis munka. Láthatjátok és hallhatjátok, barátaim, Európa ma nem csendes. Egyre hangosabb. Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat. Épp úgy, mint Petőfiék idejében. Olyasmit akarnak ránk kényszeríteni, amire nem áll rá a magyarok keze. Olyasmit,
ami a magyar szellem számára kárhozatos, olyasmit, ami idegen a magyar élettől. Be akarnak bennünket préselni egy háborúba, migránsokat akarnak a nyakunkba sózni, és át akarják nevelni a gyerekeinket. A magyar baloldal követ tör, mi viszont katedrálist építünk, mondta Orbán Viktor. Emlékeztetett, hogy Brüsszel, illetve az Európai Unió nem az első birodalom, amelyik szemet vetett Magyarországra. Nem fogadjuk el, hogy Brüsszel elhagyta, sőt szembefordult az európaiakkal, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. De mi nem megyünk háborúba, nem engedjük be a migránsokat, és nem adjuk oda a gyerekeinket sem. Ez olyan egyszerű, mint az egyszer egy, és olyan világos, mint a nap, mert Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad. A magyar miniszterelnök kifejtette, háború vagy béke, ez a közelgő európai parlamenti választás tétje, amely június 9-én lesz. Híradónk második felében visszatérünk még a március 15-i ünnepségekre. Olcsóbb lett a gázolaj, a benzin azonban tartja az árát a jövő héten is. Nyilvánosságra hozták a legújabb üzemanyag árakat, amelyek egy héten át jövő péntekig érvényesek. Egy liter dízel 199 dinárba kerül, ami 3 dinárral olcsóbb az előző heti díjszabáshoz képest, miközben a benzinára nem változott továbbra sem. Literje 185 dinár. Markus Söder bajor miniszterelnököt fogadtam a Belgrádban, Alexander Vučić. A bajor miniszterelnök és a szerb államfő négy szem közt tárgyalt a hosszú távú együttműködés lehetőségeiről. Söder átvette a szerb köztársaság érdemrendjét. Vučić a találkozót követő sajtótájékoztatón azt mondta, Bajorország rendkívül fontos Szerbia számára, így egyebek mellett hamarosan megalakulhat a szerb-bajor vegyes bizottság, és fejleszteni szeretnék az együttműködést a mesterséges intelligencia és a robotika, valamint az ipar területén. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban is egyeztettek, a szerb államfő szerint a világnak két forgatókönyve van, egy harmadik világháború, vagy egy hosszú távú tűzszünet Ukrajnában. A bajor miniszterelnök kijelentette, Szerbia a Nyugat-Balkán kulcsfontosságú országa, Bajorország fontos és stabil partnere. Markus Söder elmondta, Bajorország határozottan kiáll amellett, hogy Szerbia mielőbb az Európai Unió tagjává váljon. Oroszországban ma megkezdődött az elnökválasztás, amelyen 6 évre választják meg az ország legfontosabb közjogi méltóságát. A szavazólapon 4 név szerepel. A felmérések szerint a választás egyértelmű esélyese Vlagyimir Putyin hivatalban lévő elnök, aki számára a 2020-ban végrehajtott alkotmányreform lehetővé tette, hogy az eddigi 4 elnöki ciklusa után akár még 2-szer jelöltesse magát a tisztségre. Ez az első 3-napos elnökválasztás Oroszországban, amelyen lehetővé tették az online szavazást, és amelyen részt vesznek az Ukrajnától a tavaly megrendezett referendum nyomán elcsatolt 4 régió lakói is. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Vajdaság szerte rendezvényeket tartottak a márciusi ifjak tiszteletére. Az UEFA Nyoni székházában kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája negyeddöntős párosításait. A horvátországi magyarság elválaszthatatlan részét képezi a magyar nemzetnek, mondta Potápi Árpád János a horvátországi Csúzán. A magyar nemzetpolitikai államtitkár kiemelte, hogy ha augusztus 20-a Magyarország születésnapja, akkor március 15-e a magyar nemzet születésnapja. Azzal kapcsolatban, hogy Horvátországban április közepén parlamenti választások lesznek, az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a magyarság összefog, és közös erővel képviselteti magát a horvát nemzetgyűlésben. Nagyon fontos számunkra, hogy a politikai intézményrendszerünket helyi, járási, megyei és országos szinten is erősnek tartsuk meg annak érdekében, hogy az érdekképviseletet a magyar képviselő megfelelően el tudja látni, húzta alá Potápi Árpád János.
Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum előtt idén is díszünnepséggel emlékeztek, valamint több rendezvényt is tartottak. A Nemzeti Múzeumban pénteken 14 órától, majd szombaton és vasárnap egész nap a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal várják a családokat. Az érdeklődők ma délelőtt 10 órától 18 óráig ingyenesen megtekinthették az Országházban a Szent Koronát. A himnusz közös éneklésével kezdődött az 1848-49-es forradalom 176. évfordulójának központi ünnepsége. A múzeum körút teljesen megtelt emberekkel, nem csak budapestiek, de a vidékről érkezők, határon túli magyarok, valamint külföldiek is eljöttek a magyar fővárosba. A budapesti német hajnal Aurora számára nagyon fontosak a nemzeti ünnepek. Én minden nemzeti ünnepet megtartok, illetve ezen felül a népszokásoknak, a jeles napoknak az ünnepeit is, mint ahogy látszik, ugye számomra nagyon fontos a magyar népi kultúra. Én minden nap így öltözök, én így jöttem a metróval, így fogok hazamenni, tehát számomra ez nem idegen. Nyilván a maikor embere számára egy kicsit sok, meg kicsit furcsa, de mindig elmondom, hogy a népviseletek voltak tulajdonképpen a trezorok, mert hogy földet nem nagyon tudtak vásárolni, volt egy házuk, meg volt a lakberendezés, és a pénzüket a viseletbe tárolták. Tehát ami létezik, gyöngy, szalag, mindent arra raktak rá. Az ünnepségen a budapesti Operettszínház művészei és táncosai léptek fel, de természetesen elhangzott Petőfi Sándor legismertebb költeménye, a Nemzeti Dal, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Melinda Berghoff Floridából azért jött haza, hogy személyesen is itt lehessen a nemzeti ünnepen. Nagyon sokan tartjuk a magyarságot, és hihetetlen mennyiségű magyar van. Én Floridában vagyok, Tampa Bay Ériában, ott vannak 15 ezer magyar legalább. Szóval akármerre nézel a világba, Las Vegas-tól kezdve, magyarok tömege van, és bizony tartjuk, most is nagy ünnepségeket tartanak, a kürtös kalássütés, lángossütés, fellépések, innen visszük ki a magyar fellépőket, és ahol tudjuk, igen, mi is tartjuk a magyarságunkat össze, igen. Egy magyar lányt kivihetsz az országból, de egy Magyarországot nem vehetsz ki egy lány szívéből, tette hozzá Melinda. Megemlékeztek gróf Batthyány Lajosról a Zentai Városháza oszlopcsarnokában. Balogh György Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja tolmácsolta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének levelét, amelyben a határon túli magyarokat köszöntötte nemzeti ünnepünk alkalmából. Ezt követően ifjabb Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója mondott ünnepi beszédet. A Zentai Turzó Lajos Általános Iskola énekkara, valamint felsős tanulói adtak ünnepi műsort. A megemlékezés záró akkordjaként mások mellett a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség és Zentaváros önkormányzatának képviselői is elhelyezték az emlékezés koszorúit az első felelős magyar kormány miniszterelnökének emléktáblájánál. A lényeg az, hogy közösen és jó döntést hozzunk. Jónak és közösnek pedig csak az számít, amivel megtartjuk erőnket, haladni tudunk, és fel nem adunk semmit abból, amiért a márciusi ifjak, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei az életüket adták. Tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarország 1848. március 15-én az összefogásról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről tett tanúbizonyságot. Ma, amikor ugyancsak mindenki harcot vív a napi megélhetésért, a munkahelye megtartásáért, a családja boldogulásáért, ebből a napból erőt tudunk meríteni magunknak, hiszen ugyanazon értékekre van ma is szükségünk. A nemzeti ünnepen Tótfaluban is megemlékeztek az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc eseményeiről. A program a Turul Madárnál kezdődött, ahol a helyi általános iskola diákjai ünnepi műsorral tisztelegtek, majd az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait. A megemlékezést az Arany János Általános Iskola, Tótfalusi kihelyezett tagozata és a Szabó Dénes Egyesület közösen szervezte. Most már alsóban is van történelem, része a környezet, természet és a társadalom tantár keretein belül, úgyhogy mi tanítók már elkezdjük alsóban a foglalkozást a történelmünkkel, hát aztán felsőben meg már komolyabb szinteken, hogy szeretik meg, ez egyedi dolog, hogy kinek mikor, milyen módon jön meg ez a
ez a hazaszeretet és az érdeklődés a történelem iránt. Mi próbáljuk minél érdekesebbé tenni ezeket az órákat és az eseményeket. A márciusi ifjak hite adjon nekünk is erőt és lendületet, hangzott el Juhász Attila, Zenta község tanácsa művelődéssel megbízott tagjának ünnepi beszédében a zentai felsővárosi temetőben. A megemlékezésen alkalmi műsort adott a Zentai Déli Báb Magyar Művelődési Egyesület Olá Réka versmondó közreműködésével. Az ünnepséget követően elhelyezték az emlékezés virágait az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc emléksírhelyi, valamint Szegfű György honvéd hadnagy sírját is megkoszorúzták. Megemlékezést tartott a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ és a Magyar Forradalom és Szabadságharc ünnepe alkalmából. Március 15-e a mindenkori újrakezdés és remény napja, hangzott el a Népkör Magyar Művelődési Központ ünnepi megemlékezésén. Az intézmény vezetősége és a meghívottak elhelyezték a kegyelet koszorúját a Kossuth szobron. A szabadkaiak vágytak arra, hogy legyen Szabadkán egy olyan ünnepség, ahova ők eljöhetnek, emlékezhetnek, az emlékezet virágait, koszorúit ők is el tudják helyezni, vagy hogyha csak nem, akkor végigélvezzék ugye ezt a protokolláris részt. Majd azt követően ők is részt vehessenek egy olyan programban, ami számukra is egy kicsit emelkedettebb hangulatot hoz. Az idei nemzeti ünnepre a Róna Táncegyüttes a Hajnal Hasa című táncprodukcióval készült. Igyekeztünk egy olyan műsort összeállítani, amely hülyen tükrözi a magyar szabadságharc eseményeit, 1848 és 49-es szabadságharc történéseit. Korahű kosztümökkel, jelmezekkel, zenei stílusokkal, koreográfiákkal, tehát úgy a régi stílus, a népi stílus és az új stílus, mint például egy palotás, benne lesz a darabban. Az ünnepi műsor felelevenítette a szabadságharc történéseit, és egy rövid összképet adott a márciusi eseményekről a tánc nyelvén. Ment és másként. Múlt és irodalom címmel szerveztek rendhagyó irodalom órát a csütörtök esték elnevezésű rendezvény sorozat részeként a Szabadkai Szekeres László Alapítvány székházában. Az eseményen az 1848-49-es magyar forradalomról és szabadságharcról tudhattak meg többet az érdeklődők, emellett pedig próbára is tehették tudásukat a témában. A műsort Patyerek Réka, kritikus szerkesztő, magyar tanár állította össze. Márciusi ifjak elnevezéssel ünnepi megemlékezést tartottak az Újvidéki Magyar Tanszék szemináriumi könyvtárában, a hallgatók rendezésében. Toldi Éva, az Újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, az idei program különleges, mivel a hallgatók a teljes műsort önállóan alkották meg. A verses, zenés, táncos műsor forgatókönyvének szövegét Ladisicsi Nóra, harmadéves hallgató szerkesztette. Az ünnepi műsor a forradalomban nő alakjainak történetét mutatja be, párhuzamot vonva a mai nők sorsával. Leendő tanítók és óvónők tartottak foglalkozást a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézményben járó gyerekeknek március 15-e alkalmából a Szabadkai Magyar Tannyelvű és Tanítóképző Karona hét folyamán. A másod és harmadéves óvodapedagógus szakos hallgatók az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc kapcsán készült műsor mellett a magyar néphagyományokat mutatták be a kicsiknek. Budapesten a fővárosi Szabó Ervin könyvtárhoz tartozó Kassák könyvtárban a gyerekek kokárdákat és ünnepi fejdíszeket készítettek március 15-ére. A Kokárd óra elnevezésű esemény célja, hogy a gyerekeket játékosan vonja be az irodalom és a történelem világába. A budapesti Kassák könyvtárban a tavasz kapcsán több gyerek foglalkozást és családi napot is szerveznek. Március 15-e alkalmából forradalmi kokárdórát tartottak a gyerekeknek. Március 15-ét ünnepeljük, úgyhogy ennek kapcsán gondoltuk azt, hogy jó lenne, hogyha gyerekeket is egy játékos foglalkozásban bevonnánk. Minden második héten szokott lenni itt a Kassák könyvtárban gyerekfoglalkozás, és mindig próbálunk tematikus hetet tartani. Most éppen ugye az ünnepek kapcsán ez jött kapóra.
A kislányok fejdíszt, a kisfiúk pedig kokárdát készítettek. A foglalkozásokat mindig egy tapasztalt gyerekkönyvtáros tartja. Szeretünk könyvtárba járni nagyon, nagyon-nagyon szeretünk olvasni mind a két gyerköccel, és nagyon szeretnénk megszerettetni velük az olvasás örömet, és azt gondolom, hogy ez egy elképesztően jó alkalom, hogy ilyen játékos foglalkozások vannak a könyvtárba, és ezáltal észrevétlenül, de barátkoznak a könyvekkel is. Mindig nagyon sok könyvvel megyünk haza, szeretünk könyvet kölcsönözni, és nagyon sok kreatív foglalkozás van itt Klári nénivel, amikre jövünk kis tesóval, nagy tesóval, és mindig az éppen az adott ünnepnek, vagy alkalomnak megfelelő dolgot készítünk, most például március 15-ére. A kis könyvmolyoknak minden második héten tematikus gyerekfoglalkozásokat tartanak, azonban a Kassák könyvtárban a nagyokat is szívesen látják. A könyvtár következő ingyenes, ám regisztrációhoz kötött eseménye a 3K Kassák könyvklub, amelynek témája Szerb Antal a Pendragon legenda című kötete lesz. További részletek a www.fészek.hu oldalon, illetve a Fészek Kassák könyvtár Facebook oldalán. Az UEFA Nyoni székházában kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája negyeddöntős párosításait, és kialakultak az elődöntő ágai is. A legjobb 8 között az Arsenal a Bayern Münchennel találkozik. Az Atletico Madrid a Dortmund csapatát kapta ellenfélnek, míg a másik spanyol csapat a Real Madrid a Manchester Cityvel csap össze, a Paris Saint-Germain pedig a Barcelonával mérheti összetudását. Továbbjutás esetén az elődöntőben az Atletico Madrid Borussia Dortmund mérkőzés győztese a PSG-vel vagy a Barcelonával kerülhet szembe. A másik ágon pedig az Arsenal Bayern összecsapásból győztesként kikerült csapat a Real Madriddal vagy a Manchester Cityvel nézhet majd farkas szemet. A negyeddöntő első mérkőzései április 9-én és 10-én lesznek. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik a világ magyarsága. Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad, mondta ünnepi beszédében Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten. A gázolaj olcsóbb lett, a benzin azonban tartja az árát a jövő héten is Szerbiában. A bajor miniszterelnököt fogadta Belgrádban Alekszandar Vučić. Bajorország határozottan kiáll amellett, hogy Szerbia mielőbb az EU tagjává váljon. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!